Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök VNTV-t, Vonatúra televíziót láthatnak, és más hangszeretett társalgás adássorozatunkban. Fogadják nagyon nagy szeretettel mai stúdió vendégeinket, Kenész Kamillát és Babik Tamást, akik az idei VNTV táborunk legkülönlegesebb vendégei voltak. Ott ismerkedtünk meg velük, akikről ott a táborban derült ki, hogy nagyon különleges látásuk van. Annyira különleges, hogy az egész tábor ideje alatt teljesen meghatározták azt, hogy hogyan alakul a tábor élete, hogy hogyan tudunk egymáshoz igazodni, hogyan tudjuk felfedezni magunkban és a másikban azt a belső erőt és azt a belső látást, amivel sokan úgy érezzük, hogy nem rendelkezünk, illetve azon próbálkozunk, hogy az megnyíljon a számunkra. Kamilla és Tamás ugyanis nem azt a világot látják itt kívül, amit mi, hanem valami egészen más, csodálatos módon tudják élni itt a mindennapjaikat. És az első kérdésem Kamillához lenne, hogy hogyan jutott az eszetekbe ez a nagy kaland, hogy elgyertek a VNTV táborba, és szinte meglepetésszerűen találkozzunk, hogy meglepjetek bennünket, és hogy mi vezetett el ide titeket, hogyan jutottatok el végül is oda? Először is szeretném neked megköszönni ezeket a kedves gondolatokat, és azt is, hogy itt lehetünk. Összekapcsolódik a kettő. Épp titeket hallgattalak a YouTube-on, mikor jött egy sugallat, fogtam, kikapcsoltam, felléptem a Facebookra. Első hirdetés, 4 hely felszabadult a VNTV táborába. És rögtön azt éreztem, hogy ez ránk vár. Semmit nem gondolkodtam, rámentem a linkre, megnyitottam, telefonszám és hívtam. Ugye felvette a táborvezető, megbeszéltük a részleteket, majdnem, hogy jelentkeztem is, de gondoltam azért a férjemmel leegyeztetem. Ő dolgozott. Telefonálok, fölvázoltam neki, hogy szívem, mit gondolsz, hogyha elmennénk 2 hét múlva, 10 napra Horvátországba, a VNTV műsor vezetőivel egy szeretett táborba, így mondom, ő hallgat, na jó, szívem, most mond tényleg azt, amit szerettél mondani, de mondom, szívem, ezt szeretném kérdezni. Nem, azért ekkorát ne blöfföljek már. Tehát most tényleg váltsunk már komolyra, ő sír. De mondom, komolyan kérdezem. Tehát ő fel se tudta fogni, de mondtam, szóval tényleg komoly, jó, leegyeztettük. Visszahívtam Dórit, megyünk. Tehát nagyon gyorsan jött az elhatározás. 1000%-ig tudtuk azt, hogy nekünk ott a helyünk, menni szeretnénk, és azt is, hogy ott leszünk, azt mi nem tudtuk, hogy hogy jutunk el, milyen lesz az utunk, hogy fognak telni az ottani mindennapok. Én ugye, amikor telefonáltam, azt se tudtuk, mennyibe kerül, lehet-e még egyáltalán jelentkezni, hogy kell regisztrálni, semmit. De abban tényleg biztosak voltunk, hogy nekünk van számva. Tehát pont 4 hely egy apartmanon belül. Ugye egyértelmű volt akkor rögtön számomra, hogy a 2 kisgyerekünk is ott lesz. Igen, nyaralunk, tengerpart, tök jó, de az ember nem mindegy, hogy kivel tölt el 10 napot. És azt gondolom, hogy szenzációs emberekkel lettünk együtt, mert mindenki szeretetteljesen és békével fogadott minket. Köszönöm. Tamás, hogy élted meg ezt az egészet? Volt-e egy ilyen megrettenés, le akartad-e Kamillát beszélni arról, hogy de hát Horvátországba megyünk jó sok kilométerre innen Magyarországról gyerekekkel, stb. Azért, hogy egy ilyen tábor mit jelent, azt tudtátok-e esetleg? Mi volt az a bizalom, az a befektetett tőke, ami segített ebben, hogy mégiscsak gyertek, és hát végül is szerencsére nem csalódtatok.
Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hálásan köszönjük, hogy itt lehettünk. Ez már évek óta vágyunk, hogy egyszer a VN TV-ben beszéljünk, mert nagyon régóta követünk titeket. Igen, szóval ez a VN TV tábor, ez mindig is régóta tényleg tudtuk, hogy van ilyen, és gondoltuk, hogy milyen nagyszerű, csak nem tudtuk, hogy hogyan valósítsuk meg, mert voltak itt ilyen anyagi dolgok, illetve hát nekünk le kellett szervezni például azt is, hogy a kutyánkat kietesse meg, és kifigyeljen a házra, illetve nyilván a munkát is félre kellett rakni, és tudtuk azt, hogy igen, szeptemberben kiadások várnak ránk, mert a téli szezon előtt például le kell cserélni a gázkazánunkat, úgyhogy nem volt olyan egyszerű lebeszélni, ezért nem szerettem volna, hogy lebeszélni Kamillát, csak így az anyagi dolgok miatt így reálisan próbáltam volna látni így a dolgokat, de tudtam azt, hogy ha el tudunk tényleg jutni, akkor, és hogyha nem lázadunk a sorsunk ellen, akkor meg fog oldódni, csak hinni kell benne. Valahogy úgy, én úgy éreztem, hogy ezt egy picit nehéz lesz megugrani, de a legnagyobb dolog az tényleg a hit, és utána még jobban megerősödött bennem, hogy igen, hogyha tényleg feltétel nélkül ez a hit, akkor minden meg fog oldódni, és meg is oldódott az utunk is, szépen Pesttől elvitt minket kocsival. Az egyik tábor résztvevő, ezt le tudtuk szervezni táborvezetővel, tehát nagyon jól alakult, csak hát amikor még nem gondolja az ember, hogy mi lesz a vége, akkor azért egy picit még van benne egy kis tartás. Tehát én így szoktam ezekre a dolgokra tekinteni. De később, hogy elmentünk, nagyon örültem, mert tényleg felhőtlen kapcsolatokkal, élményekkel lettünk gazdagabbak. Olyannyira izgalmasra sikerült a tábor, a ti részvételetekkel, illetve hát a Tamás számára különösen, hogy erről egy külön beszélgetést is fogunk Csunka Csabával közösen megvalósítani így a következő beszélgetésben, ahol ezt el is mesélheted, hogy neked milyen speciális kalandjaid voltak. Én viszont a ti életetekről szeretnék egy picit beszélgetni, mert megérkeztetek egy táborba, jó messziről, és két kis gyermekkel, akik a szó szerint a ti szemeitek fénye. És megérkezett egy család, a legnagyobb bátorsággal, a legnagyobb vakmerőséggel, akik azt gondolták, hogy lejönnek Horvátországba megnézni idézőjelbe a VNTV tábort. Szeretném a nézőknek elmondani, hogy olyan kommunikációt fogok alkalmazni, ami lehet, hogy a nyugalom megzavarására fog szolgálni, mert Tamásék olyan fantasztikusan tudják a látásukkal kapcsolatos dolgokat kezelni, hogy most is személyesen eljöttek megnézni azt, hogy milyen az új VNTV stúdió, el fogják mondani, hogy mivel foglalkoznak, de olyan masszörök, akik nem leskelődnek, amikor vetkőzik a vendég. Tamás elmondása szerint nem túl jó az arc memóriája. Tehát igazából azt a fajta zavarban levést, amit tudunk érezni, hogy hú, vajon hogyan tudunk nekik segíteni, hogy mennyire kell értük aggódni, mennyire veszélyes, mennyire vannak kitéve ők a világ nehézségeinek, az ember automatikusan egy ilyen aggodalmas, féltő, szerető gondoskodást szeretne nektek nyújtani, és ti nagyon jól tudjátok oldani ezt a fajta lemeztelenedésünket, ami abból fakad, hogy nektek egész más a látásotok. És akkor én arról szeretnélek kérdezni titeket, Kamilla, először téged, hogy amit szeretnél magadról mondjál el így a látással kapcsolatosan, a látásoddal kapcsolatosan. Jó, rendben. Bármit kérdezhetsz, tudod, Ági, tehát nincs olyan, amit én ne szeretnék, vagy nem tudnék elmondani, vagy ciki lenne. Nincs itt igazából rossz kérdés, vagy zavaró, úgyhogy bármit nyugodtan, mindent el fogom mesélni, amit
amit ti is szeretnétek nyilván hallani. A látásommal kapcsolatban annyit kell tudni, hogy én teljesen éplátóként születtem, óvodáskoromban még csak szemüvegem volt, kancsal voltam, aztán erre megismültettek általános iskolás koromba. De, hát azt nem tudom, hogy most a műtét nem sikerült jól, vagy hát mondanám, hogy véletlen egybeesés, bár szerintem véletlenek nincsenek, de elkezdett romlani a látásom. Én mindig szeretem a testi tüneteknek megnézni a lelki hátterét. Én azt vallom felnőtt fejemmel, hogy azért romlott le az én szemem, mert nem szerettem volna látni azt, ami körülöttem történik. Tehát itt a családi problémákra, a helyzetre gondolok, amit most itt nem részleteznék tovább, mert akkor reggelig tartaná a műsor. De itt elkezdődött ugye csökkenni a látásom, már 5. osztályba a kisbetűket nem láttam, és akkor ez egyre így lentebb és lentebb. 7.-8. osztályt mert a gyengéllátók iskolájába töltöttem, utána gimnáziumban már fehérbottal közlekedtem, de ugye ezt abszolút integráltam, tehát ugyanúgy, csak segédeszközökkel. Utána egyetemen már képernyőolvasó programot kellett használnom a számítógépen, és ugye így is vizsgáztam, államvizsgáztam le, és utána már ugye így folytattam a munkavilágát, hogy szükségem volt a közlekedésbe is segédeszközre, és nyilván az élet többi tájéken is, tehát azt szoktuk mondani, hogy mondhatni ugyanúgy éljük az életünket, csak annyiból más, hogy ugye vannak olyan speciális eszközök, programok, amik támogatásával lesz ugyanúgy kerek. Megoldotta ez a dolog, hogy a látásodról lemondtál azt a fajta problémádat? Megnyugodtál-e ettől, vagy esetleg megnyílt valami új dolog ezáltal? Meg is nyugodtam némileg, tehát csökkent a fókusz, mert ugye tehát a szemünk által rengeteg ingert veszünk fel, és talán ez el is nyomja a belső érzéseinket. És azáltal, hogy ugye az én szemem elkezdett romlani, felerősödtek a különféle képességek. Tehát ugye általánosságban azt szokták mondani, hogy aki rosszul lát, annak biztosan jobb a hallása, a tapintása. De tehát ugye ez nem automatikus, hanem elkezd fejlődni, elkezdjük többet használni nyilván. De ugye ugyanúgy hallgatunk jobban a megérzéseinkre is, tehát nem csak a fülünkre, és ezáltal ugye, tehát sokkal intuitívabb lettem, ami már alapból is szerintem adott volt, vagy szerintem mindenki számára igazából ott van, mint lehetőség, csak ez elnyomásba kerül, mert zűrzavar van a világban, rengeteg a vizuális információ, rengeteg a zaj, és ezáltal az emberek fejébe is. Viszont, hogyha lecsendesedünk, akkor ugye ezek felerősödnek. Köszönöm szépen, igazából ugye pont ez vakít el minket. Ez a sok látvány, ez a káprázat. Tamás, én rólad azt gondolom, hogy óriási kalandor vagy, és a tábor után az volt rólad a gondolatom, hogy hát a Tamás az bizony önként lemondott a látásáról, mert azt mondta, hogy túl könnyű lenne nekem ez az élet. Rakjunk bele valami fricskát, hogy mégis azért ne legyen annyira könnyű, viszont mégis olyan lehetőségek kerülnek az utadba, hogy gyakorlatilag kénytelen vagy ezeket a kalandokat megosztani valakivel. Idézőjelben mondjuk a segítőiddel. De veled mi történt? Szeretném azt is tudni, hogyha szeretnél valamit mondani. Persze, erről. Minden. Hát én amikor elkezdtem a spirituális utamat, csak egy mondat erről, hogy az életszámom az nekem a 11-es, tehát ez azt jelenti, hogy én másoknak meg kell, hogy mutassam, úgymond kötelezően, hogy mire vagyok képes, és ezt a tudást átadni, ez számomra egyébként egy küldetés, és ez az elmúlt években nem biztos, hogy úgy alakult, hogy én szerettem volna, és mostanában, ahogy, főleg ahogy elmentem a VNTV táborba, előtte jártam egy El Camino túrán, Magyarországot jártuk, hogy 2 napot vállaltam ebből, és ott is ez kijött, hogy
hú, hát felnézett rám mindenki, és utána határoztam el, tényleg így a VNTV tábor után jöttek olyan lehetőségek, különböző forgatások, azért is vagyunk most itt, hogy a világ is kezd erre rájönni, hogy hú, hát ami bennünk van, azt meg kell mutatni. Én ezt nem csodálattal tekintem, én ezt átlagosnak tekintem. Szerintem is, ahogy Kamilla is mondta, ez mindenkiben benne van, csak hogyha használjátok a szíveteket, használjátok a fejeteket, és egy picit elcsendesedtek, figyeltek arra, hogy mit mond ez a belső hang, illetve figyeltek arra, hogy milyen szépen csicseregnek a madarak, illetve milyen jó érzés, hogyha mondjuk megsimogatja a szellő az arcodat, vagy rásüt a napsugár a fejed tetejére, akkor el tudtok csendesedni, és félre tudjátok tenni ezt a hajtást, amiben vagyunk, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy fel tudtok kapcsolódni a tiszta forráshoz, a teremtőhöz, hiszen onnan származunk, és én 2 éve kezdtem jogát tanulni, meditációt a Maharishi Brahmananda jogitól, aki itt is sokszor résztvevő, az Indiából származó mester, aki ugye Budapesten él, és tényleg nagyon hálás vagyok neki is, illetve elkezdtünk foglalkozni a gyógynövényekkel, az illóolajokkal, amik teljesen terápiás, tiszta minőségű olajok, és ezek is hozzásegítettek ahhoz, hogy ez a kapcsolódás még jobban meg legyen, még tisztább legyen, és hogyha jön egy olyan helyzet, ami probléma, hát mindenkinek vannak problémái, én azt szoktam mondani, de én szeretem a kihívásokat, főleg mostanában, mert mostanában úgy tekintek a problémára, hogy jó, hát jön egy probléma, de hogyha nem a rossz oldalát látom benne, akkor egyből jön a megoldás. Tehát Seje János is megmondta a kutatásaiból, hogy ha elkezdünk stresszelni, mert ugye mi személyiségfejlesztést is oktatunk, tehát trénerek vagyunk, elkezdünk ugye stresszelni, akkor nem tudunk gondolkodni, nem jön a megoldás, elkezdünk remegni belülről, megy fel a vérnyomásunk, stb. És egyszerűen megbénít minket, és nem tudunk tovább lépni a megoldás útjára. Tehát azt üzenem mindenkinek, hogyha valakinek az a legnagyobb problémája, hogy elkezdünk sírni, akkor az elme az azt mondja, hogy jó, hát akkor beforgatlak téged a rosszba, és akkor még rosszabb lesz neked a világod. Tehát azt kell megtanulnunk, hogy tényleg teremtjük a dolgainkat, és teremtjük magunk körül a világot. Tehát, hogyha én megpróbálom meglátni mindenben a jó gondolatot, meg hogy mindenek oka van, akkor jön a megoldás. És ezt talán szeretettel lehet kezelni az embereket is, hogyha én nem ítélkezek, nem mondom meg érdekesen, amit gondolok, nem kiabálok, stb., akkor olyan szépen helyre lehet hozni akár egy olyan kapcsolatot is, amelyben a másik fél mondjuk rám ordít, hogy nagyon szépen javulnak ezek a dolgok, és minden változik körülöttünk. Ugye sokszor azt mondják, hogy változtassuk meg a világot, nem, magunkat kell megváltoztatni, és minden megváltozik, én ezt vallom. És igen, vannak nehéz feladatok, és nekem pont, szerintem én ezt választottam, tehát pont ezen az El Camino úton fogalmazták meg nekem, hogy a sorsomat azt magamnak választottam, azt, hogy nem látok ezt, én eldöntöttem, amikor megszülettem, és szeretem is a nehézségeket, hiszen tudom azt, hogy ha ezt megoldom, előtte mindig azért egy picit érdekesen gondolok rá, hogy fú, hogy fogom én ezt megoldani, hát biztos, hogy jó ez, ahogy csinálom, de mindig ott van bennem a tudat, hogy én ezt mindenképpen meg kell oldjam, tehát nincs más választásom. És hogyha megoldom, akkor utána mindig arra gondolok, hogy az eredményt mindig olyan jó nézni, hogy megoldottam, és nem a múlttal foglalkozok, hogy ó, mikor ebbe a nehézségbe voltam, meg abba, akkor nem tudtam tovább lépni, hanem mindig arra koncentrálok, hogy volt egy végeredmény, és szerintem ez a csodálatos, hogy így tudunk élni a jelenbe, hogy igazából el tudjuk felejteni a múlt másodpercet, vagy a múlt percet. Mert minden perc egy új perc, én azt szoktam mondani, és ez nagyon-nagyon nagy segítség nekem igazából az utamon. És születésem
óta igen nem látok, koraszülött voltam és inkubátorban. Nem takarták le a szememet, és ezáltal ugye megkapta a kék fényt, és akkor így a retinám levált. És hát azt kérdezték édesanyámtól is, miért nem pereltétek be az orvosokat, meg a kórházat, meg mindenkit. És én felnőtt fejjel is azt mondom, hogy igaza volt anyukámnak is, mert minek? Tehát, hogy attól, hogy nekem pénzem lett volna ebből, attól még nem vagyok boldogabb, sőt, olyan irányba megy a világ, hogy igen, ahogy említettem, hajszoljuk a pénzt, viszont az igazi boldogságot, a kapcsolatokat, a szeretetet, a minőségi ölelést, az nagyon ritka az, akitől megkapjuk. És pont ezért volt jó olyan emberekkel lenni, például a VNTV táborban, és előtte is, hogy elengedjük már ezeket az embereket, akikre nekünk nincs szükségünk, olyan embereket kapunk, akik tiszta szívből mellettünk vannak, és hogyha nem is beszélünk, csak nem tudom, fél évve egyszer, vagy minden héten egyszer, akkor is úgy érzem, hogy úgy velem vannak, mert együtt tudunk rezegni, tehát nagyon fontos, hogy egymás energiáját és egymás szeretetét tényleg átadjuk a másiknak, hogyha nehézség van. Köszönöm szépen, Tomi. Köszönjük. Egy nagyon elképesztő tanításokat és tanulságokat hoztatok el a táborba. Például az egyik, hogy amit megéltünk a ti példátokon keresztül, hogy lehet, hogy látszólag segítségre szorultok, mert segíteni kell azt, amit a másik oda tud adni, hogy attól nektek egy picit könnyebb legyen. Ez egy teljesen természetes folyamat, de mind a ketten egyetemet végzett emberek vagytok, olyanok, akik segítő foglalkozást választottatok, tehát holisztikus gyógyítással foglalkoztok, tanfolyamokat tartotok, olyan belső bölcsesség és tudás sugárzik belőletek, és a legfontosabb mégis, ami számomra megdöbbentő volt, felfedezni, meglátni azt, hogy mekkora bizalmatok van másokba, mennyire nyitottak vagytok. Mennyire nyitottak vagytok az élet felé. Kamilla, két egészséges gyermeket hoztál a világra. Hogy megfordult-e vajon a fejetekben az, hogy mi lesz, hogy lesz-e, hogy kellene ezt, hogy kockáztassunk-e. Valaki lehet, hogy azt mondja, hogy hú, nem mernék gyereket szülni, nehogy esetleg öröklődjenek ezek a problémák. De Kamilla, szeretném, mert Tomi nagyon szépen megfogalmazta az ő küldetés tudatát, azt a tudatot, hogy igenis ezt a tudást és ezt a bölcsességet, azt a fajta látást és belső érzékelést, ami abból fakadóan nektek megérkezik, a gyógyítást segítő dolgok, hogy te hogy látod ezt, hogy hogyan tud érvényesülni ez a munkádon keresztül, a te törekvésed mások megsegítésére, hogyan tud ez működni, hogyan támogatja ez a helyzet ezt? Nagyon szépen körbeírtad. Igen, segítő szakmát választottunk mindketten, egymástól különállóan, ugyanaz a végzettségünk, nem csak egy, több. Tehát az önéletrajzunkat így a nevünkön kívül másolni lehetne. Még akkor még nem voltunk együtt. Tényleg. Nem beszéltünk össze. Én azt mondom, úgy kerek a világ, hogyha egymást segítjük. Tehát szerintem nem csak egy fogyatékkal élő szorul úgymond segítségre, hanem mindenkinek jól jön az, hogyha maga mellett tudhat valakit, akitől esetleg néha kaphat egy támogató kezet. Tehát mit tudom én, lehet mondjuk az én férjem nem érte a vízszereléshez, de a szomszéd bácsi igen. Ha elmegyek a boltba, lehet nem csak én, más se találja mondjuk hol van a cukor, nyilván megkérdezi az eladót. Vagy mondjuk a buszsofőrt, hogy merre megy. Tehát szerintem, tehát senki nem tud mindent, mindenkinek van valami hátránya, és nyilván mindenki valamitől több. Én nekem nem volt egy icike-picike félelmem se például abba vetve, hogy mondjuk, ha nekünk gyerekeink lesznek, hogy fogjuk őt felnevelni,
hogy fogjuk őket gondozni, gondjukat viselni. Ez a társadalom számára meghökkentő talán csak picit, vagy nagyon sokszor mondtuk azt, hogy Úristen, mennyire felelőtlenek vagytok, tudjátok, mit csináltok, Úristen, de bátrak vagytok, miért bátorság? Vagy ha bátorság, más anyának nem tanulta egyetemen, hogy fogja azt a gyereket majd az x-edik hisztiébe lekezelni? Vagy tanítják bárhol azt, hogy ha pelenka kiütése van, akkor melyik krém lesz az ő bőrére jó? Tehát nem. Minden gyerek más alapból, és más egy fiú, más egy lány, és mindenki más. Mindenkihez más módszer működik, de én azt gondolom, hogy ha a gyerekek előtt jó példa van, amit mi nyilván igyekszünk mutatni, a tőlünk telhető maximumot kihozni, vagy talán azon felül is megugorva, abszolút komfortzónánkon kívül menve, akkor ezáltal a mi gyerekünk nemhogy ugyanúgy tud talán felnőni, mint a többi, még lehet különbül. Nyilván a legfontosabb az, hogy nekik szeretet legyen, biztonság és béke körülöttük. Az összes többi a maszleg, a körítés, ha ez megvan, egészség is van. És innentől kezdve az nem probléma például, hogyha mondjuk ő látássérült. Tehát én tőlem örökölhették volna. Én azt mondtam, hogy semmi baj. Tehát ha öröklik, a legjobb helyre születnek, mert én fogom neki a legjobban tudni megmutatni azt, hogy mondjuk milyen praktikával egyszerű főzni, hogyan érdemes közlekedni, hogy igen, merjen kommunikálni, merje megkérdezni mondjuk a boltba, hogy hol a pénztár, de hát úgy is halljuk, hol csipog. Tehát mindegy is, de igazából akkor kitől mástól, ha nem tőlem tudnál legjobban megtanulni. Sokkal nehezebb dolga van egy látószülőnek egy látássérült gyermekkel. Fú, hát ezért is elítéltek minket, hogy ezt a gondolatot. és mindenkinek van valami, hát Bibi az életében, fogalmazzunk nagyon szépen. Tehát senki nem egyforma, egyik szőke, másik barna. Egyiknek ugye azért van nehézsége, mert mondjuk nincs állása, a másiknak nincs párja, a harmadiknak, nem tudom, tehát áruházba kellett felnőjön. Tehát én nem gondolnám, hogy mondjuk nekünk nehezebb, csak másabb, és más megoldásokra van szükség. Igen, az élet elég sok feladatot tesz le elénk, de mi ezáltal tudunk fejlődni. Tehát, hogyha ki tudjuk merni abból azt, amit csak lehet, akkor ezáltal többek lehetünk. Kamilla, hogy ismerkedtettek ti meg? Tehát így elképzelem azt, hogy mondtad, hogy azonos az önélethez, hogy hú, én ide jártam, én is, én se látok, én se. Hú, és vagy hogy volt ez? Vagy pedig így, ugye most mondanám így azt a Tumi humorával érve, hogy szerelem volt az első látásra. Tehát esetleg valamelyik kötök esetleg mesélne erről, az jó lenne. Igazából mi a gyengén látók iskolájába kemény ugye 2 évet együtt jártunk, de nem egy osztályban. Tehát tényleg csak annyit tudtunk egymásról, hogy létezik a másik. És nyilván, ahogy elkerültünk onnan, mindenki élte az életét, mindenkinek lett párja, olyannyira, hogy abban már volt eljegyzés, nálunk például gyermektervezése. Tehát volt egy komoly kapcsolat, és egyszer Pesten egy tréning során összetalálkoztunk, ő volt a tréner, én voltam a tréner alany. Már ott mindenki azt hitte, hogy mi egy pár vagyunk. Ez szakmai nem lehetett volna. és igen, ott megbeszéltük, hogy ugyanaz az egész, nem csak tehát szakmailag, de az egész sorsunk. Tehát ugyanúgy mondjuk elváltak a szüleink, ugyanúgy akkora pont szétmentünk az aktuális jelenlegi párunkkal. Mindketten a tévéből tudtuk, hogy a másikunk úgymond hogy áll. Tehát ő volt az RTL-ben, én a TV2-n, és akkor, de igazából senki nem beszélt senkivel, de onnantól éjjel és nappal. És mi szerintem igazából már akkor valahol összeértek a szálak, mert onnantól kezdve elválaszthatatlanok lettünk. És hát most mondanám, hogy én csak elmentem Debrecenbe masszázs tanfolyamra. Tomi úgy szokott fogalmazni, hogy először Kamilla jött, aztán a cuccai. Tehát igen,
nagyon hirtelen, de nagyon egymásra hangolódva, és rögtön biztosra tudva, hogy mi örökké együtt fogunk élni, én ebben most is biztos vagyok, és hát első pillanattól kezdve együtt élve, tehát ugye mi 8 éve alkotunk egy párt, és ugye van egy 6 éves kislányunk. Tehát, és tudtuk, hogy ez az út, a helyes út, hogy mi együtt kell éljünk, együtt kell toljuk egymást előre. A gyermek is annyira érkezni akart, hogy elsőre érkezett. Én mikor agykontroll tanfolyamra jártam, ott én soha nem fogom elfelejteni. Az utolsó képkocka az volt, ami előttem megjelent vizuálisan, szőke kislány 2 coffal, ez volt májusban, nekem már júniusban pocakomba volt a kislány. Hm. Igen. Tomi, hogy éled ezt meg, ezt a házas életet? Mennyire borított ki a feleségedet a kaland áldaiddal? Azért ezt a humorhoz hozzátartozik, hogy tavaly óta vagyunk áldásokat. Nem akartam kiadni, mert tök jó, tehát... Az is ilyen hirtelen jött, tehát nálunk minden ilyen hirtelen jön. Sokan így elképednek, hogy úristen, egyből összeköltöztek, és akkor egyből nem sokkal később, egy év múlva a gyermek, és akkor most meg a házasságot is úgy terveztük, hogy valahogy egy picit lájtosabban terveztük volna, egy lassabban, szépen, egy nagy lakadalmat, meg szépen megszervezni, de hát egyszer csak úgy alakult, hogy 2 hét múlva lesz az esküvünk, tehát tavaly májusban. Egy hét. Egy hét, na akkor már én is számolni. És akkor persze nyilván nagyvárosban, tehát Debrecenben sehol nem volt időpont, és hát akkor keressünk környező településeket, falukat, városokat, nekünk mindegy, tehát a világ végére is elmennénk, hogyha látnánk, de vakon is elmegyünk, mert megkérdezzük maximum, de szánk az működik, lábunk is jó, hogy merre kell menni, vagy ugye most már segít a GPS, tehát tök jó lehetőség vannak. Többet is mehetnénk, meg merhetnénk menni, most már úgy fejlődünk ebben is, szerencsére. De hogy nagyon jó tényleg, hogy egy évbe vagyunk így házasok, és mindent leszerveztünk így hét alatt. Tehát mások egy évig, 2 évig szervezik az esküvőt, meg videós, meg mindenes, tehát úristen, és nekünk minden volt. Tehát úgy hívtuk fel az egyik barátunkat, hogy nem ér rá, és azt mondta, hogy hát lesz egy tárgyásom pont Debrecenbe, de mondtam neki, hogy akkor át kellene raknod egy picit, mert nekünk pont akkor lesz az esküvünk. Tehát, és megoldotta, 3-szor körbeadozta Debrecent, meg a Debrecen környékét, ahol volt az esküvünk, csak azért, hogy velünk találkozzon és minket fölvegyen, úgyhogy nagyon jó. Torta is összejött, hogy tényleg minden így összejött, és jó volt. Úgyhogy nagyon jó, hogy ilyen hirtelen is meg tudjuk oldani dolgokat, meg tényleg, amikor ez a tipikus, hogy a Jóisten is így akarja, hogy minden működjön, akkor én, ha belendülök, tehát hogyha nagyon sok időm van, akkor esküszöm, hogy nem tudok annyira szervezni, mint hogyha tudom azt, hogy van egy napod, vagy van egy heted, akkor minden úgy felmegy az adrenalin szint, és akkor fú, hát azért is megcsinálom, tehát hogy én ilyen vagyok, és tényleg ez annyira jó, hogy ez így ilyen hirtelen így össze tudjuk hozni, hogy felhívtam így az ismerőseket, és akkor mondták, hogy jövő hétre van időpont, hát mondtam neki, hogy nekem a hétre is jó, de hogyha jövő hétre van, az se baj, persze. Tehát... Tényleg vicces volt, hogy semmit nem terveztünk meghívni senkit, és mégis, nem tudom, 25-en voltunk, tehát így gyorsan. 10-en lehetünk. Jó, hát itt lehet mondani. Ez egy olyan tévé. Ki tudja. És az? Ki tudja, hányan voltak. Nem láttuk. Ja, nem láttuk. Azt se tudtuk, hogy a maszkot fel kell húzni. Igen, tehát pont akkor volt ez a Covid korlátozás, de azon is jót mosolyogtunk, hogy mindegy. Ott volt, akinek ott kellett. Mindegy, tehát én ezt nagyon jól élem meg, az, hogy most előtte nem voltunk úgymond papíron házasok, az nem jelent semmit. Tehát, hogyha az ember érzi, hogy tényleg jól megvan a másikkal, meg hasonló a gondolkodása, hasonló az energia
szintjen, meg tényleg mind a ketten azt gondolom, hogy pozitívak vagy mosolygósak, akkor együtt tudunk így élni, és nem volt olyan lényeges ez a papír, ez a házasság. Szeretnék egy olyat kérdezni, hogy kicsit komolyabb vizekre vezve, oda is benézünk, hogy történt ott a táborban egy eset, és ezt majd szerintem Csabával majd még egyszer el fogjátok mesélni, amikor lekapcsolódott a lámpa. Sötét lett, és mondja Csaba, hogy úristen, sötét van, nem látok, és akkor ugye te mondtad, hogy akkor most én vezetlek. Igen. És ezt olyannyira szeretném most kiterjeszteni így a világra, hogy ezért az események, meg ezek a helyzetek, amik most vannak, azért bizonyos szempontból elég aggasztóak tudnak lenni. Mondhatnám azt, hogy a sötétség és a fény harca elég kiélezetten folyik, és én úgy látom, hogy lassan eljön a ti időtök, amikor ebben a sok látóval teli világban, akik teljesen el vannak vakulva a világ dolgaival, lehet, hogy ti lesztek azok a vezetők, akik majd ebből a sötétségből minket ki tudnak segíteni. Mi a véleményetek erről? Nem tudom, Kamilla, neked van-e valami? Én azt gondolom, hogy az emberek csak hiszik, hogy látják, vagy éppen jól látják a dolgokat, de igen, tehát nagyon sokszor mégis sötétség van körülöttük, és tapogatnak, ugye? Mint hogy szokták mondani, a vakszemelre a szürke ködben, tehát csak hiszik, hogy jó úton haladnak, és az a helyes. Nagyon sokszor nem az a helyes, ami jónak látszódik. Tehát elég sok ugye jelenleg az állarc, nagyon sok a megtévesztés, nem csak a világban, de hát nyilván a kamerákon és a médián át is azért megy egyfajta kápráztatás, néphűítés, és persze ezt sokan be is veszik, meg is eszik, és követik. Hát ugye, hogyha ugye van egy nyáj, akkor már csak sokasodni tudnak, de előbb-utóbb mindenki rájön, hogy a vágóhíd fele tartanak. De lehet már akkor sajnos késő. Mi mindenkinek, én azt gondolom, hogy bármikor szívesen segítőkezet nyújtunk abba, hogy mégis hogy van visszafelé út, vagy onnan, hogy tudja kihozni még mindig a lehetőségeihez mérten a legjobbat. Mert én azt mondom, mindig lehet változtatni. Minden pillanatban meg tudjuk gondolni magunkat. Még az ajtónál is, mégsem megyek be azon az ajtón. Én inkább vissza. Vagy a másik ajtón, lehet ott célszerűbb. De ugye ehhez neki hozni kell egy döntést. Ugye az emberek félnek, félelem, ugye? Már akkor nem lett egészséges. És ugye van egy hatalmas húzó erő, sajnos nem jó irányba tartunk. Én mikor megírtam a szakdolgozatomat, akkor nagyon tragikus dolgokkal kellett összetalálkozzak a könyvtárba. Az én témám az volt, miután még senki nem dolgozta föl, arról ugye már rengetegen írtak, hogy milyen, hogyha egy épp családba fogyatékkal élő gyermek születik, miben változtatja meg az életüket, de ezt fordítva még senki, és akkor én kitaláltam, hogy a látássérült szülők épp gyermekeiket nevelve milyen pszichoszomatikus, pszichológiai tüneteket hozhatnak, és ennek mi a következménye? A társadalom hatása kapcsán. És ugye, hát ott is ugye csak szembe jött velem a könyvtárba, ugye régen megírták, hogy Tajgetosztól az esélyegyenlőségig. És most megírták azt, hogy az esélyegyenlőségtől a Tajgetoszig. Tehát erre tartunk. Tomi, mi a helyes út szerinted most? Mit tanácsolnál az embereknek? Igen, amit Kamilla is említett, én is szerettem volna kapcsolódni, hogy sokan aggódnak tényleg. Aggódnak, hogy mi lesz ezzel az energiaválsággal. Engem mondjuk annyira nem tudom, nem izgat, mert hogyha lekapcsolom a villanyt, akkor sincs nagy problémám. De jó, hát komolyra fordítva a szót.
Tehát tényleg mindenen aggódunk, hogy nem lesz cukor, aggódunk, hogy nem tudom, mindenen aggódunk, mi lesz holnap, mi lesz, ha nem lesz munkahelyünk, stb. Stb. És azt nem veszik észre, azt kellene megtanulni, hogy az aggódással, a félelemmel, az csak egy fél elem, tehát ahogy Géczi Gábor is mondta annak idején, hogy az tényleg nem jelent egészet, és hogyha elkezdenénk ezeket a dolgokat valahogy levetkőzni, hogy próbálom látni mindenben azt, hogy mindennek megvan az oka, és hogyha azt tanulnák meg az emberek, hogy folyamatosan szeretni a másikat, és nem ítélkezni, nem gyűlölködni, akkor még kaphatnának is segítséget. Minket rengetegen megkeresnek, és mi rengeteg tanácsot is el szoktunk mondani, de mégsem hiszik el az emberek, ez a vicces sokszor, meg tragikomédia sokszor, van, aki elhiszi persze, de nagyon sokan nem hiszik el, és utána valahogy mégis bejön, és akkor látják, csak tényleg már az a baj, hogy akkor sokszor késő. Tehát, hogyha nem aggódnánk, akkor egymást tudnánk jobban segíteni, és ennek kellene, hogy ki alakuljon, erre remélem, hogy minél többen rá fognak jönni, mert tényleg előbb-utóbb egymásra leszünk utalva, és akkor jön majd a fény útja. Illetve azt szokták mondani, én mindig azt vallom, hogy az erős embereknek meg kell járni tényleg a pokloknak a legmélyebb bugyrait, hogy tudják, hogy milyen onnan kijutni a fénybe. Tehát ez nem tudjuk elkerülni, és hogyha ez következik, akkor igen, ahhoz, hogy túl tudjuk élni, akkor ezt tényleg meg kell lépni, ezt a szintet. És sajnos ebben az is benne van, nagyon szomorú vagyok én is emiatt, de muszáj elfogadni, hogy egy csomó ember ugye szelektálódik, elmegy, mindennek megvan tényleg a maga oka és maga útja, aki ezt a szintet nem képes meglépni, sajnos ugye el kell, hogy távozzon, de azt is egyébként ő dönti el, tehát azt kell megtanulnunk, hogyha szeretet van bennünk, akkor generáljuk magunkban a fényt, hogyha félelem van bennünk, akkor ez pont a halálba fog vezetni. Ez nagyon fontos szerintem. De ugye a halálból is van visszaút. Tehát mindenkit igen. Vissza tudnak onnan küldeni, ő is vissza tud jönni. Aki akarja. Tehát ismerünk olyan embereket. Vagy például most is volt egy nagyon kedves barátunk. Az orvosok már réges-rég lemondtak róla. Nekünk volt egy masszázs vendégünk, aki épp ott dolgozott a COVID-osztályon. Felhívtuk. Mi lesz? Mire azt mondta, hogy eutanázia? Na, tessék! És de meg nem tehetik. Nem. Tehát megölik? Mert ők eldöntik, hogy itt vége az ő életének? Igen. Miért? Ki ő? Van neki ehhez joga? És tegyem hozzá, én mondtam neki, hogy messzire elír a kezünk. Meg nem merjék tenni. Hál' Isten nem tették, azóta a kedves ismerősünk már nem lélegeztető gépen, hanem abszolút épp értelemmel járva, kelve, beszélve végzi napi dolgait, mert tudta, hogy neki még van itt dolga. Sőt, a hétvégén be fog hozzánk buszozni vidékről Debrecenbe bottal. Tehát ez is csodálatos, hogy ő egy év után újra eljut hozzánk, mikor eddig csak mi tudtuk meglátogatni. Ez ugye egy döntés, de azért valamit tenni kell, hogy ez így lehessen. Tehát oké, ott a lehetőség. Én elmondom, mit lehet csinálni, de ha ő nem tesz semmit, mert úgy a kényelmes, mert hát jó abba a langyos kakiba ülni a Csernus szavaival élve, akkor marad minden a régibe, vagy lesz rosszabb. Igen, igen, ez biztos, hogy a bennünk lévő változás az nagyon fontos, hogy ez meg tudjon történni. Picit visszakanyarodnék ti hozzátok a ti személyes életetekhez. Ugye jól csak a szívével lát az ember, tehát ez nektek alapban megadatott, nem is nagyon lehetséges más. Mégis arról szeretnék veletek beszélni, hogy a táborban is az egyik legnagyobb tanítás az volt a ti példátokon keresztül, hogy hát ott nagyon sokan voltunk, 60-70 ember volt. Na hát szerintem mindannyian megtapasztalhattuk azt, hogy hogyan tudunk nektek segíteni. Bénán, hozzáérhetek, nem egy akadálymentesített hely az ott a tábor, tehát egy hegy, egy sziklás rész van,
ahogy enni kellett jönni, lépcsőházba, sötét lépcsőház, stb. Minden van. És szerintem mindannyian átestünk azon, hogy hirtelen föleszméltünk, hogy te jó Isten, merre megy a Kamilla, merre megy a Tomi, egyedül megy, nem jó, most a fejére kell figyelni, most a lábára kell figyelni. A kérdésem a következő, hogy Tomitól hallottam egy megnyilatkozásában, hogy még irigyeitek is vannak nektek. És ebből az aspektusból szeretném megkérdezni azt, hogy mi az, ami a nyeressége a ti állapototoknak, és mi az, ami az abszolút hátránya, és mi az, amit szeretnétek az embereknek elmondani, hogy hogyan tudtok, hogyan tudunk jól segíteni nektek, jól viszonyulni hozzátok úgy, ahogy ez nektek is jó, és mi az, amit nyugodtan abba hagyhatunk. Jó, mert hülyeség. Erről már ugye könyvet is írtak. Ugye két véglet van. Van az, amikor nemhogy valaki nem segít, de még bunkón hátráltat is, illetve ugye ugyanígy beszélhetünk a túlsegítésről, amikor már túl vagyunk tutulykatva, és mint egy hülye gyereket úgy kezelnek. Hát nyilván két is meg akarják mutatni. Egyik sem jó. Én azt szoktam mondani. Igen, köszönöm. Én azt szoktam mondani, hogy úgy is szólunk, ha szükségünk van segítségre. Nyilván jó a figyelmeztetés, hogyha mondjuk, nem tudom, ott állok a szakadék szélen, hogy mégse essek bele. Igen. De... Csak ne hirtelen hanggal, mert akkor megijedünk, tehát az is fontos, hogyha rám kiabálnak. Erről szerintem Csabi tudna beszélni, hogy lehet ezt megoldani. Az érintés az mindig fontos. Tehát ez nagyon fontos, hogy az első kapcsolat felvétel. De rögtön egyébként... az érintés, vagy azért illik szólni, hogy figyelj, itt vagyok, és meg foglak érinteni? Nem biztos, hogy... Hát illik, nem biztos, hogy kell szólni, hanem először az érintés, mert van, mikor mondjuk egy forgalmas úton hálunk, akkor mondhatja másnak is, hogy mondjuk zöld a lámpa, tehát én nem tudom, hogy hozzám beszél, mert van, mikor nem hallom. Tehát mondják, hogy jobb a hallásunk, ez nem igaz, mert van, mikor én is el tudok bambulni, tehát meg van, mikor tényleg annyira nagy a zaj, hogy nem hallom, hogyha hozzám szóltok, úgyhogy mindenképpen az érintés, és akkor... Mondod, hogy szeretnék neked segíteni, egyáltalán szükséged van erre? Tehát nagyon fontos, hogy kérdezzük meg, és azt is kérdezzük meg, hogy hogyan. Mert a látássérült, a mozgássérült, a kismama, az idős néni, mindnek máshogy kell segíteni, sőt az ember függő is, hogy ki hogy szereti, úgymond, meg ki hogy igényli, és ő pontosan el fogja mondani a hogyan kérdésre, hogy ezt tényleg milyen módon tudod megvalósítani. Ez nagyon fontos. És ugye hozzá kellene tenni, tehát, hogyha valakiben nyitottság van, rugalmasság, elfogadás, akkor ez a legjobb, mert szerintem a leghátráltatóbb tényező jelenleg a világban az az, hogy az emberek előítéletesek, nagyon sokan diszkriminálnak, megbélyegzéssel találkozunk, lenézéssel. Ez már hátráltató tényező, tehát ehhez képest az, hogy az útban van egy szék, és mondjuk neki megyek, semmi. Tehát nem az az igazi pofon, hogyha én a falnak ütközök, hanem az, hogy azt mondják mondjuk, hogy te mit keresel itt, te nem lehetsz itt, te vakon. Igen. Az utolsó kérdésem hozzátok, hogy mind a kettőtökhöz. Most akkor jöjjön Tomi először. Mi az a legbiztosabb támaszod, támaszpontod az életben, ami minden nap erőt ad. Egyrészt a bölcsességhez, ahhoz, hogy ne félj, ahhoz, hogy megbízzál, újra és újra kimenjél, és kalandokba vágj. Mi a te biztos támpontod, támaszpontod, hited? Igen, a hited. Én úgy gondolom, hogy a hit az nagyon fontos, és pont ezt szerettem volna mondani, hogy a hit, és az, hogy mindig van kiút, az a legfontosabb, hogy tényleg minden rossz után valami jó jön, és el is fog jönni, főleg, hogyha nagyon erős a hitem, és nyilván bízni is kell ebbe, mert nem forgathatom vissza a rossz irányba a dolgokat, mert akkor folyamatosan csak a rossz fog jönni, illetve hát az, hogy én tudom azt, hogy nekem van feladatom. Tehát az, hogyha valaki pozitív visszajelzéseket ad,
hogy tényleg, amit mi teszünk, azt jól csináljuk, akkor nekem az hatalmas erőt tud adni, és ez is, hogy például itt lehetek, meg egy csomó helyen lehettünk most tényleg az elmúlt időszakban, egy csomó új embert is megismerhettünk, illetve tudunk dolgozni, tehát annyi a munkánk, hogy nem is győzzük az egyesületnél is, ahol dolgozunk, illetve a vállalkozásunkban is, mert itt tudni kell, hogy két munkahelyünk is van mind a kettőnknek, és hogy ez ad erőt, hogy igen, hogy számítanak ránk, hogy szerencsére csak, úgymond csak a szemünkkel van probléma, de hogy a többi dolgot azt én úgy gondolom, hogy akarattal, kitartással és egy picike segítséggel, amit mi van, hogy kérünk, van, hogy nem mindig kérünk, de mégis jön, tehát teremtjük magunknak, akkor úgy gondolom, hogy minden megoldható. Köszönöm szépen, Kamilla, neked mi a legbiztosabb kapaszkodód? Szerintem én az égiekhez tudok a legjobban kapaszkodni, mert mindig tudom, hogy nem vagyok egyedül. És hogyha én pozitív vagyok, bízok valamiben, akkor az úgy lesz. Hisz ugye, tehát teremtő erőnk van. Én nekem igazából azt mondom, mindenem megvan, minden összejött az életben. Tehát van egy nagyszerű férjem, van két szép, csodálatos, egészséges gyermekem, van két házunk, két munkahelyünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy amit a Jóisten elvett, az duplán adta vissza. Tehát én sokkal gazdagabb vagyok szerintem, mint sokan mások, akik azt hiszik, hogy nekik megvan a gazdagság, de lehet az anyagiakban mérhető, de ugye az el tud veszni nagyon hamar. És hát semmit nem viszünk a sírba, kis katusszavával élve, ugye csak a tudást, az emléket és a szeretetet. Úgyhogy én azt vallom, hogy ha ez megvan, megvannak körülöttünk a jó emberek, akkor van annyi erőnk, ami nem csak nekünk elég, de még másoknak is jut belőle. Hol van a ti szemetek igazán? Szám. Másnak hol van a szeme? Hol van a testének a vége? Hol van az energiájának a vége? Tehát annyira szerintem sokkal többek vagyunk, és nagyobbak annál, nem csak a szemünk, a tekintetünk. Én elláthatok a túlvilágra is, az előző életbe is. Tehát mire jó a szem? Arra, hogy én most látom-e, hogy itt van a pohár előttem? Hát akkor ki lát jobban vagy rosszabbul? Az, aki lát a szemével, akinek ott van a fején a szeme, vagy akinek úgymond bent van a szeme, úgymond van egy belső látása. És tudná használni egyébként ő is, tehát mindenki tudja használni, csak ebbe is hinni kell, meg akarni kell, és nem szabad megijedni. Ez is fontos, mert megijedünk, akkor az rossz utakra is téríthet. És igen, erre szoktak irigykedni az emberek, így visszatérve rád, Ági, hogy vannak irigyeink. Igen, hát szóval lehet is, én azt szoktam mondani, de igazából az, hogy mennyit dolgozunk, vagy milyen energiákat kell nekünk beletenni ahhoz, hogy sikeresek legyünk, azt valahogy senki nem látja. Tehát, hogy én nekem már sokszor azt szoktam mondani, hogy az, hogy van pénzünk, nem biztos, hogy jó. Tehát bárcsak ne lenne, mert ez egy hatalmas felelősség, ez egy hatalmas dolog, hogy tényleg egy vállalkozást irányítani, meg a másik munkahelynek a dolgait koordinálni, és azt mondom, hogy sokkal fontosabb lenne az, hogy nekünk is folyamatosan olyan dolgaink legyenek, olyan emberek legyenek körülöttünk, akik egy szikra jelét sem mutatják a gyűlöletnek, akár a haragnak, akár semmiféle más ilyen negatív dolognak, hanem csak a szeretet, a kapcsolódás. Nekem már ez számít, és pont idefelé úton döntöttem el, hogy jövőre lehet, hogy pihenek egy picit, mert egy picit elfáradtam így konkrét fizikai munkába, így lelkileg is, meg mindenhogy. Tehát nem fontos nekem ahhoz dolgoznom, hogy megteremtsem a biztonságot, meg az anyagi javakat, hanem azzal kell beérnem, ami megvan, és
szeretnék egy picit magamra, Kamillára, a gyerekekre koncentrálni, hogy akár a természetet tudjuk járni együtt, mert az életet élvezni kell, és meg kell tanulni azt a mértéket, amennyi elég, én úgy gondolom, a pénzből, mert az elmúlik. Tehát ezek múlandó dolgok mind. Köszönöm szépen, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, hogy bevállaltátok ezt a kalandot is. Szinte segítség nélkül jöttetek most el Fótra is, és tényleg hálásak vagyunk azért a pillanatért, amit Kamilla megélt, hogy eljöttök a táborba. Mi megijedtünk, hogy te jó ég, most mi lesz elsőre, de hát fantasztikus volt veletek együtt lenni, és tényleg még egyszer köszönjük. Nem is igazából élmény szintjén, hanem azokat, hogy még jobban megnyitottátok azt a látásmódot, amit egy ilyen sima szemmel való nézéssel nem lehet megélni és meglátni. Mi köszönjük, hogy ott lehettünk, hogy itt lehettünk. Mert a humor és a szeretet az mindent megold. Tehát én ezt szoktam mondani, hogy tudjunk kapcsolódni, akár hozzátok is. És ez a pótolhatatlan, tehát oda-vissza játszik. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nagyon jó egészséget, sok erőt, sok kalandot kívánunk nektek, újabb és újabb célokat, vágyakat, meg hát azt a jól megérdemelt pihenést is, amit most Tomi irányba vett, célba vett. Tényleg köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a VNTV YouTube csatornáján láthatják, viszontlátásra. Oh.